A Konfúciusz Intézet célja, hogy Pécsett és vonzás körzetében minél több emberrel megismertesse a kínai nyelvet és kultúrát, valamint a hagyományos kínai orvoslást. A cél elérése érdekében az általános iskolás kisdiákoktól kezdve az egyetemi hallgatókig bárkinek kínálnak különféle foglalkozásokat, szakköröket, kurzusokat és edzéseket. A 2021-22-es tanév végén vehették át bizonyítványaikat, a tavasszal sikeres nyelvvizsgálatokat tett hallgatók, tanulók. A diákokat a Pécsi Konfúciusz Intézet kínai igazgatója köszöntötte. Ő volt az egyike azoknak, akik eltervezték az intézet alapítását. This is a very fruitful year of teaching and cultural activities. Rendkívül gyümölcsöző évet zártunk mind az oktatást, mind pedig a kulturális programokat tekintve, a COVID-járvány negatív hatásai ellenére is. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az Egyetem Konfúciusz Intézete és a helyi iskolák között is, és komoly fejlesztéseket valósítottunk meg különböző területeken. Büszke vagyok a tanítványainkra, akik sikeres nyelvvizsgát tettek, és jó eredményeket értek el a tanulmányi versenyeken. A következő években még több érdekes programot szervezünk majd a gyerekeknek, hogy másoknak is felkeltsük az érdeklődését a kínai nyelv iránt, valamint szeretnénk növelni az együttműködő iskolák számát is a jövőben. We plan to strengthen the collaboration between the Confucius Institute and the local schools. 2015 őszétől indultak az egyedi kínai nyelv és kulturális foglalkozások iskoláskorú gyerekek részére. A tanulók heti rendszerességgel délutánonként vesznek részt a foglalkozásokon, melyek egyik fele kínai nyelvtanárok közreműködésével a nyelv oktatására fókuszál, a másik fele pedig a gazdag kínai kultúra megismertetésére törekszik. Ez az év nagyon mozgalmasan telt, ugye már készültük a nyelvvizsgára. Márciusban tettük ugye le a nyelvvizsgát, és szerencsére mindenkinek sikerült a csoportban, szóval úgy tűnik, hogy megérte készülni ennyit, igen. Az év első felében elsődlegesen az órákon, de utána nyilván előtte egy hónappal elkezdtem készülni rendszeresen otthon is, meg az órákon is csináltunk példafeladatokat, feladatsorokat előző évekből, szóval felkészültük rendesen, igen. Szerintem, személy szerint nekem legalábbis a hallás utáni rész az egy fokkal könnyebb volt. Két részből álltam vizsga, az első rész az hallás utáni, a másik pedig írásbeli volt. Nekem a hallásbeli az egy fokkal jobban ment, de szerintem nem volt nehéz, rendesen felkészített a tanárnő minket, szóval nem okozott gondot egyik feladatsor kitöltése sem. A következő sorozat ennek a nyelvvizsga sorozatnak az a középfok. Azt szeretném majd megpróbálni így a csoporttal, meg így az intézettel is azzal a következő lépcsőfok, remélhetőleg az is sikerülni fog már. A Konfúciusz Intézetnek mára már számos partneriskolája lett Pécsett. Én azt gondolom, hogy ez teljesen nyilvánvaló, hogy a kínai kultúra az nem valami távoli valóság most már, hanem ez itteni valóság, a hétköznapoknak a része. Én azt hiszem, hogy részben a kínai kultúrát is megismerhetik a nyelven keresztül, másrészt pedig olyan fiatalokkal is találkozhattunk itt, akik nagyon komolyan szeretnének akár majd a későbbiekben kínai kapcsolatokban, kínai vállalatokkal való együttműködésben akár elhelyezkedni a középiskola befejeztét követően. Az elmúlt időszak egy kicsit rányomta a bélyegét arra, hogy hányan szerettek volna a nyelvtanulással tovább menni, de mostanra azt tudom mondani, hogy talán helyreállt a normál élet, hiszen az elmúlt tanévben 22 fiatal tett az életkorának megfelelően kínai nyelvből nyelvvizsgát. A tanévzáró keretében most részben erre fog ezeknek a bizonyítványoknak az átadására sor kerülni, illetve 6 pécsi iskolának szeretnék megköszönni, hogy az elmúlt években, az elmúlt 5 évben kitartottak velünk együtt, és a kínai nyelv oktatásában, a kínai kultúra megismertetésében részt vettek. Én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog az, hogy itt minél többen tudjanak majd hozzájutni a kínai nyelvtanuláshoz a helyi iskolákban, illetve módszertanilag is szeretnénk fejleszteni a COVID tanulságait is, megszívlelve abból, hogy hatékonyabb lehessen ez a tanítás. Nyáron a tanulóknak két turnusban Konfúciusz napközis nyári tábort szerveznek, ahol egy héten keresztül vehetnek részt izgalmasabbnál izgalmasabb programokon a fiatalok.